Veres Pál 1962. február 15-én született Ózdon. Általános és középiskolai éveit is ott végezte, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika, fizika, informatika szakos diplomát szerzett. 1986-tól speciális matematikát tanított a Miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban, 1997-től igazgatója az intézménynek. Rendszeresen hívják szakértőnek országos és nemzetközi versenyekre, továbbképzésekre, konferenciákra. Aktív résztvevője a hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásának. Tevékenységét számos díjjal elismerték. 2009-ben tehetségekért kitüntetésben részesítette a Magyar Tehetségtársaság. A Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kara pedig kari emlékérmet adományozott munkájáért. Közel 3 évtizede nős, 2 gyermeke született. Egy nagyon harmonikus, nagyon szép emlékű gyerekkorom volt. Egy régi 100 éves házban, valaki ismeri a családot, akkor tudja, hogy a régi Bojki templomtól 4. házra laktunk. Ez a családnak egy régi lakóháza volt, és hát ott nőttem föl gyakorlatilag. Aztán szüleim építkeztek a 70-es évek elején, és aztán utána költöztünk ki a Papút végére, vagy Papúca végére, és azóta ott lakunk 1976 óta. Édesapám gyárban dolgozott lakatosként, gázmentőállomáson, aztán édesanyám egy darabig otthon volt háztartásbeli, aztán mikor úgy alakult, akkor ő is a gyárban dolgozott, mint olyan sokan Ózdon, vagy Ózd környékén. De a család foglalkozott mezőgazdasággal is, tehát földművelés, voltak állatok, és hát nyilván ezek a gyerekkori élményeket meghatározták. Olyan szerencsés helyzetben vagyok én, azt gondolom, koromnál fogva, hogy még megélhettem a régi falusi életet is, de szerencsétlen is vagyok, mert ezt már a gyerekeimnek nem tudom tovább örökíteni, mert pont az az időszak volt, ez az elmúlt 30-40 év, amikor ez az életmód teljesen megváltozott, illetve maga Bolyok, mint település vagy település rész is elveszni látszik, hiszen a régi faluból néhány ház maradt már meg csak. De a meghatározó élmény, amit mondtam is, az, hogy egyrészt ebben a falusi környezetben nőttem fel, tehát széles, nagy család volt, most nem a szűkebb mi családunk, mert mi ketten voltunk testvérek a húgommal, de a rokonság az egy eléggé szerteágazó nagy családot alkotott, hiszen nagyszülői szinten 8-9 testvérről beszélünk, és természetesen ennek megfelelően a család, unokatestvér, más unokatestvér szinten azért szerteágazó. Azt, amit én kaptam otthonról, az mindenképp az volt, hogy a munka szeretete és a tudás tisztelete, amit én mindenképpen fontosnak gondolok. Nyilván volt egy vallásos nevelése is az életemnek, ez is hozzátartozik természetesen, és ezért is hálás vagyok, hogy ezt így indították el a szüleim. Aztán én azt gondolom, hogy én most azt a kort éltem meg, vagy azt az időszakot élhettem meg, amit valamennyire ők is szerettek volna valószínűleg az 50-es években megélni, vagy a 60-as évek legelején. Így a családban én lettem az első generációs értelmiségi, ha úgy vesszük, bár nagyapám testvére szintén kántortanító, illetve papnak készülő fiatalember volt. De azt, amit a család képviselt, tehát amit említettem is, a tudás szeretete, tisztelete, a munka szeretete és tisztelete, apámtól a precizitásra törekvés, azt, hogy mindent alaposan végig gondolva pontosan csináljunk, azt, hogyha kiállunk emberek elé, akkor hogy teljes őszintességgel álljunk ki a saját igazunkért, és védjük meg a véleményünket, ez mind olyan alapelv, ami az életemet végigkíséri. Otthonról hozta még az olvasás és az irodalom szeretetét. Szülei tudatosan arra nevelték, hogy tanuljon, és használja ki azt a tehetséget, ami már kicsikorában megmutatkozott. A családi legendárium szerint én már még nem jártam iskolába, és hát édesanyám otthon volt, tehát ahogy mondtam, háztartásbeli volt, és ugye a családról gondoskodott, és én is csak rövid ideig voltam, 1 évig voltam óvodás, egyébként otthon voltam. És hát ott nyilvánvaló volt, hogy a konyhában folyt az élet, és hát engem sok minden érdekelt,
És akkor ott már én már hogy számolgattam, tehát azzal foglalkoztunk, hogyha veszek 10 dek a parizárt, akkor ez mennyibe kerül, és hogyha ezért 5 forintot adnak, mert hát akkor még 5 forintból visszaadtak 10 dek a parizárért, akkor ez mennyibe kerül. Tehát gyakorlatilag én, mire az általános iskolába kerültem, akkor már kicsit a törtekkel is tudtam számolni, sőt már a negatív számokat is tudtam, mert hogy engem izgatott, hogy hallottam azt, hogy -3 fok, akkor az mit jelent. Tehát ilyen játékos formában engem ez mindig izgatott. A béketelepi egyes számú általános iskolába jártam. Egy nagyon jó iskola volt, egy nagyon nagy örömmel és szép emlékekkel gondolok vissza. Arra nagyon jó tanáraim, tanítóim voltak, akik támogatták azt, hogy engem érdekel a matematika, a természettudományok, de amellett érdekelt a zene is, meg a versmondás is, és ott már volt egy indítatás abba az irányba, hogy ezzel foglalkozom majd később. A másik nagyon lényeges dolog, hogy akkor a városban erős volt a sportegyesület, és az szinte természetes volt, hogy a kisgyerekek valamilyen sport irányába elindulnak. Hát én sok irányba elindultam, mert én azt gondolom, hogy az úszástól, az asztali teniszen keresztül, az atlétikán át, a kézilabdáig mindennel foglalkoztam. Az atlétika volt talán a leghosszabb ideig tartó, hiszen ott már majdnem 10 évet atletizáltam még ott Ózdon. Egy nagyon jó közösségben még Daru Misi bácsi nevét említem, aki ugye ott meghatározó volt a sportegyesületben. Ez is egy tartás, meg aztán sok minden tapasztalatot adott a további életemre. Az általános iskola elvégzése után is Ózdon maradt, a József Attila gimnáziumban kezdett el tanulni, ahol kiemelkedően jó hírű fizika tagozat működött. Egy nagyon alkotó, nagyon jó hangulatú osztály volt a miénk, és hát gyakorlatilag majdnem mindenki felsőfokú végzettséget szerzett. Nagyon hálásak vagyunk a tanárainknak, osztályfőnökünknek, Olá Sándornénak, aki az én személyes fejlődésemért is sokat tett, illetve hát vétkes abban, hogy végül is erre a pályára szántam magam, és ebbe az irányba indultam el. Érdekes volt, mert a gimnáziumban ugye mindig egy kamasz azért elbizonytalanodik, gondolkodik, hogy milyen irányba haladjon. Én sok mindent csináltam a gimnáziumban is, úgy, ahogy az általános iskolában is, az igazán a gimnáziumban teljesedett ki. Tehát én irodalmi színpados voltam, énekaros voltam, sportoltam, ugye a kosárlabda is jött már a középiskolában, mint sport. Aztán amellett, hogy a matematikából, fizikából versenyeztem, de magyarból is. Tehát teljesen nyitott volt és széles a paletta, és ezért is volt jó a gimnázium, mert sok minden lehetőséget biztosított. És hát voltak olyan pillanataim, hogy most akkor inkább a bölcseleti dolgokkal foglalkozom, magyar, tehát engem versek, irodalom az általában érdekelt, versmondás is, irodalmi színpad is, tehát városi ünnepségeken már akkor elég sokat szerepeltem. Aztán amikor jött egy ilyen tantervi reform, és egy mű kapcsán kiderült, hogy már nem azt kell róla gondolni, mint amit előtte kellett gondolni, akkor azt mondtam, hogy hát ezzel nincs értelme igazán foglalkozni, vagy el is vetem ezt a kósza gondolatot, hogy ebbe az irányba haladjak. A Pitagórasz tétel az Pitagórasz tétel marad, és ez is az indítatásból adódik, hogy a tiszta dolgokat szerettem. A másik nagyon meghatározó élmény, ami már az általános iskolára nyúlik vissza, az az, hogy Elek Imre tanár úr, legendás fizika tanár volt ott a Béketelepen, aki a csillagász szakkört elindította a városban, a régi csillagvizsgálóban, ami akkor ugye persze új volt, és akkor még a kohászat tudta ezt támogatni elég erősen, és ott keresett csillagászat iránt érdeklődő gyerekeket, és én már 7-es, 8-os koromban oda a csillagvizsgálóba eljártam is. Nagyon ügyes volt az a pedagógiai módszer, hát ő sajnos nagyon korán meghalt, és nagyon keveset tudtunk együtt dolgozni, hát az együtt dolgozás nagyképű kifejezés, tehát rövid ideig volt a szakkörvezetőm, de aztán utána ez a szakkör továbbment. De nagyon ügyes pedagógiai fogás volt, hogy a legkisebbekkel is, tehát én mondom általános iskolás voltam, már elhitette azt, hogy igen, fel tud dolgozni egy anyagot önállóan, és ott a szakkör előtt elő kellett adnunk már a témával kapcsolatos dolgokat, és gyakorlatilag akkor kóstoltam be először abba, hogy milyen az, hogy tanítani, vagy előadást tartani. És hát a csillagászat, a fizika, a matematika, ez aztán megint csak erősítette azt a vonulatot, ami engem érdekelt. Ez kitartott középiskolában is végig. A csillagászat megmaradt hobbinak, de az már biztos volt számára, hogy a matematika és a fizika irányába indul tovább a gimnázium után.
Egy ideig kacérkodott az építészet gondolatával is, de a matematikai miértjei foglalkoztatták a legjobban. Így Debrecenbe, az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemre jelentkezett matematika-fizika szakra. A középiskolában végzős diákként az országos középiskolai tanulmányi versenyen matematikában hatodik lettem, így nem kellett felvételiznem, az akkori rendnek megfelelően sem matekból, sem fizikából, csak érettségiznem kellett fizikából, de matekból még az sem. Úgyhogy én elmondhatom, hogy úgy vagyok matematika tanár, hogy életemben nem érettségiztem matematikából. Ez persze nem igaz, mert azóta már a matematika kétszintű érettségi kitűző bizottság tagjaként azért egy párszor már leérettségiztem. Úgy is, hogy most a legutóbbi időkben például csak lektoráltam a feladatsort, tehát meg kellett oldanom, de hát nem az érettségi bizonyítványomért kellett ezt megtennem. Az egyetemi évek alatt nem csak tanult, tanított is. Oktatói hamar felfigyeltek a tehetségére. Volt egy analízis előadónk, professzorunk, Dalóczi Zoltán professzor úr, aki támogatta azt, hogy mutassák meg a hallgatók is a tudásukat egy-egy előadáson, és én előadtam egy bizonyos témával kapcsolatban egy tételt, és ezek után megkért arra, hogy akkor legyek demonstrátor, illetve először óraadó, majd demonstrátor hallgatóként az egyetemen. Az egy nagyon meghatározó élmény volt, hiszen magam is egyetemista voltam, háromszakosként plusz tanítottam, tehát volt olyan, hogy heti 52 órán volt, és volt egy időpont, ez tudom, egy csütörtök délután 2 óra, amikor 3 órán volt, 2 nekem tartottak, 1 meg én tartottam, tehát az elég zsúfolt időszak volt, de valahogy ez már előre vetítette a további életemet is, mert valahogy ilyen gyors vonaton töltem az életemet. Most az átvitt értelemben természetesen, tehát sok minden történik velem, és elég sok mindennel foglalkozom egyszerre, úgyhogy az már ott megmutatkozott, hogy úgy tűnik, hogy ez valamilyen módon determinált számomra. Ott matematikával foglalkoztam az egyetemen elsősorban, az volt a kedvencem, azon belül az analízis, függvényegyenletek témakör volt, amivel a diplomamunkámat is írtam, de a tanítás mindig is izgatott, amellett, hogy a kutatás is természetesen felvetődött lehetőségként. Szerencsém volt, mert a úgynevezett vidéki tanítási gyakorlat keretében idejöttem Miskolcra és ide a Földes Gimnáziumba, és kiváló mentor tanárom volt Pirkó Béla, aki ott a 2 hétig nézte, hogy én mit csinálok. Rögtön speszmatos osztályokba kerülhettem be gyakorló tanításra, és hát dicsért valószínűleg igazgatónak, Kálmán Lászlónak, aki már ismert engem előtte, hiszen a megyei matematika versenyeken általában ő a zsűriben tevékenykedett, és én azokat a versenyeket általában megnyertem. Tehát amikor 3-szor indultam, 3-szor megnyertem, és így már emlékezett rám. És éppen olyan szerencsés volt a pillanat, hogy ide kerestek tanárt, fiatal tanárt, aki előre láthatólag majd a speciális osztályok képzésébe bekapcsolódhat. A diploma megszerzése után több lehetőség is állt előtte. Maradhatott volna Debrecenben, de a Miskolci Egyetemre is hívták tanítani. Ő azonban úgy döntött, a Földes Ferenc Gimnáziumban kopogtat először. Itt ültem, még más volt egy kicsit a bútorzat, igazgatóral szemben, tehát pont ellentétesen én ültem ott, és igazgató itt velem szemben. És akkor azt mondta, hogy nagyon jó, hogy jöttél, úgy gondoltuk, hogy a következő óráid lesznek jövőre, és ennyi lesz a fizetésed. És én akkor azt mondtam, hogy jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, és a legfontosabb az volt, hogy rögtön speszmatot szerettek volna rám bízni, illetve a matematika fakultációs csoportot is. Fizikát is taníthattam, illetve informatikát is. És ez azért olyan szempontból is elgondolkoztatott, hogy ahogy említettem, engem a matematika miértje izgat elsősorban is, illetve annak az átadása. És itt a Műszaki Egyetemen annak idején inkább azt kellett volna tanítanom, hogy hogyan oldunk meg egy feladatot, és nem feltétlenül azt, hogy miért. És akkor indult meg sajnos a természettudományos és a műszaki pályának egy kicsit a leértékelődése. És én úgy gondoltam, hogy nagyobb kihívás lenne az, hogyha én itt a specmatos osztályokban elkezdenék tanítani, ami gyakorlatilag, mondjuk azt mondom, az alapszigorlatig majdnem tartalmazta azt a tananyagot, amit én az egyetemen tanultam, illetve akár itt az egyetemen tanítani kell. Egy nagyon jó közösség volt akkor is, mint ahogy most is a Földes Gimnázium tanári kara. Voltak idősebb kollégák, akitől lehetett tanulni, amit egy kicsit talán hiányolok mostani fejemmel, és amit most próbálok erősíteni, azt, hogy sokkal erősebbé kell tenni a mentorálást. Tehát minket hagytak dolgozni, ha neki mentünk a falnak, akkor megmondták, hogy
miért mentünk neki a falnak, de én azt gondolom, hogyha egy igazi alkotó mentorálási kapcsolat alakul ki idősebb kollégák, fiatalok között, meg a munkaközösségek tényleg szakmailag még jobban összekovácsolódnak, az a iskola számára is fontos, és én ezt próbálom erősíteni itt is. Fiatal tanárként nem sokkal fiatalabb gyerekeket tanítani emberileg és szakmailag is nagy kihívás volt számára. A gyerekek nem olvassák a pedagógiai könyveket, nem olvassák a nevelés elméleti könyveket, tehát egészen másképp reagálnak, mint ahogy azt mi gondoljuk. Nekem annyi előnyöm volt, hogy nálam néhány évvel fiatalabb leendő kollégákkal, hiszen van itt olyan kollégám is, akit én egyetemen tanítottam bizonyos tárgyból, azokkal már találkoztam, és ebben a szituációban benne voltam. Nyilván egy teljesen más helyzet, hiszen ott egy tegező viszony van egyetemen a fiatalabb hallgatótársakkal. Itt viszont ugye nyilván egy magázódó viszony volt, egy hierarchikusabb történet, de hát azért összességében ugye nálam nagyjából egy olyan 8 éve fiatalabbakkal tanítottam először, és bizony az első évek olyan szempontból voltak nehezek, hogy meg kellett találnom, hogy mely az a szint, ameddig el tudok menni, mi az, amit fel lehet vállalni. Hát persze az emberben benne van a lendület, olyankor még fiatalos lendület, és például hihetetlen sokat kirándultunk a gyerekekkel, túráztunk, fiatal kollégák voltunk többen, akkor egy időben, akik ide kerültünk, és együtt vezettünk túrákat az Emplénbe, a Bükkbe, utazásokat szerveztünk, a 90-es évek elején Erdélyt végigjártuk többször, oda-vissza, volt olyan év, hogy 6 csoporttal is voltunk kint Erdélyben. Tehát sok mindent csináltam, ami úgy tényleg a tanári munkán, a napi órai munkán kívüli is, de ez nagyon jó volt, hiszen így tanultam meg gyakorlatilag azokat a pedagógiai fogásokat, amit elméletben tudtam, de hát a gyakorlat mindig más, meg minden gyerek más természetesen. Úgyhogy igazság szerint ez egy nagyon jó tanulóidőszak volt. Rögtön kapott komolyabb feladatokat is az iskolában. Benne volt például abban a munkacsoportban, amely a 6-osztályos képzés tantervét kidolgozta a Földesben. A gyerekekkel is megtalálta a közös hangot, élvezte, hogy együtt fedezheti fel velük a matematika miértjeit. Ha az ember hiteles, szakmailag megbízható, tudja oldani a feszültséget, van emberség benne, jó a kommunikációja, akkor én azt gondolom, hogy nyert ügye van. Ennek egy része genetikus is, de egy nagyon nagy része tanulható. Én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek kell együtt lennie ahhoz, hogy valaki jó tanár lehessen. Nehéz feladat, hiszen minden gyerek más, minden évfolyam más. Én azt gondolom, szakmai tudása is akkor van meg először az embernek, amikor legalább kétszer körbe tanítja a könyvet, mi ezt szoktuk mondani, tehát teljesen végigvisz két csapatot is egymás után, és kétszer megtanítja ugyanazt a tananyagot más csapatnak, és abból az első tanításból, meg a másodikból is sok mindent tanul, de aztán a harmadik megint egészen más lesz, viszont azokat a tapasztalatokat már fel tudja használni hozzá. A 90-es évek elején úgy érezte, hogy ha fejlődni szeretné a szakmájában, ki kell lépnie a gimnázium közvetlen környezetéből. Matematikai konferenciákat, bemutató foglalkozásokat, nyári táborokat szervezett. Az előmenetel annyira sikeres volt, hogy rövidesen megyei matematikai szaktanácsadó lett, így befolyással lehetett az iskolai oktatásra is. 1997-ben kapta a felkérést arra, hogy legyen a Földes igazgatója. Ez egy március közepi időpont volt, tehát éppen ha most visszagondolunk, akkor 17 évvel ezelőtt. És én mondtam, hogy persze gondolkozom rajta, de hát nekem rengeteg feladatom volt, akkor szaköröket tartottam, tanfolyamokat vezettem, szaktanácsadó voltam, tehát napi 10-12-13 órában dolgoztam már akkor is. És hát mondom, ezen nekem gondolkoznom kell. Azt mondta, jó. És akkor következő néhány nap múlva, következő beszélgetésünkkel azt mondta, hogy hát akkor azt gondolnánk, hogy te ezt kéne, azt kéne, ezt így kéne csinálni. Hát de mondom, akkor ez azt jelentené, hogy én akkor ezt elvállaltam. Azt mondja, hát erről dönteni kéne nagyon hamar, mert ez itt záros időn belül következik. Ez egy pénteki nap volt, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én hétfőre eldöntöm. De ez a tavaszi szünet előtti hétvége volt. Úgy, hogy még hétfőn-kedden tanítottunk, mint most is, és csütörtöktől volt a tavaszi szünet. És én hétfőre szerveztem a megyei szakközépiskolák matematika versenyét, tehát én loholtam szponzor után, díjakért, feladatsort csináltam, minden, és el is indítottam a versenyt hétfőn, majd
visszarohantam ide az iskolába, és mondtam, hogy hát akkor legyen, próbáljuk meg, megbízott igazgatóként ezt a dolgot. Azt mondta, jó. De ez már akkor volt, miután kiállt a tantestület elé, és akkor azt mondta, hogy hát ő el fog menni április 1-ével, és még nem tudja, ki lesz az igazgató, hiszen addig még én velem nem beszélt. Viszont én sem találkoztam utána a tantestületem, mentem visszaintézni a versenyt. Következő nap specmotos továbbképzés volt Budapesten, kollégákkal mentünk, és akkor ott már kollégáknak mondtam, hogy ez így néz ki ez a helyzet. Majd az utolsó tanítási napon szintén még jöttem vissza, és itt intéztem a dolgokat még a matematika verseny kapcsán, és gyakorlatilag én azzal kezdtem a tavaszi szünetet, hogy itt az átadás átvételt intéztem az igazgatói feladatokkal, és a következő hét kedjén, az húsvét kedje volt, az volt április 1-e, nem áprilisi tréfa volt, megbízott igazgató lettem. És akkor kiírták a pályázatot, és ugye megpályáztam, és így október 1-től neveztek ki 97. október 1-én igazgatónak. Bennem volt egy kis naivitás is, meg egy kis fiatalos lendület is, hiszen akkor én 35 éves voltam. Viszont az nagy erőt adott, hogy a tantestület, éreztem, hogy a tantestület mögöttem állt, és megbíztak bennem, és láttak bennem olyan potenciált, ami esetleg itt az iskola fejlesztését szolgálhatja. Kinevezése percétől alapelve volt, hogy nem szeretne csak igazgató lenni, továbbra is tanítani akart. Kezdetben nehéz volt a kettőt összeegyeztetni, de mára kialakult az egyensúly. Én mindig azt mondom, hogy az igazgatás sokszor nem annyira ember közeli feladataiból oda menekülök, hogyha matematikával foglalkozhatok és taníthatok. A nagy gond az, hogy az igazgatói feladataim miatt az elfoglaltságaim olyanok, hogy néhány óra előfordul az, hogy cserélnem kell, vagy el kell hagynom, vagy később kell bepótolnom. Ilyen szempontból szerencsés a specmaton tanítás, hiszen ott ketten vagyunk egy tanulócsoportra, és akkor a párom jár rosszabbul, mert ő neki be kell lépni akkora az adott órára és feladatra, de legalább a gyerekek olyan mértékben nem sérülnek, ami engem leginkább bántani szokott, hogyha egy valamilyen igazgatói vagy egyéb feladat miatt esetleg nem tudok tanulát tartani. Miközben tanár, majd igazgató lett, családot is alapított. Feleségével az egyetemi évek alatt ismerkedett meg. Évfolyamtársam volt, szinte matematika-fizika szakon végzett, és ő miskolci illetőségű, és hát végül is, amikor arról döntöttünk, hogy hol folytassuk az életünket, így jött az, hogy akkor jöjjünk Miskolcra, és itt próbáljunk gyökeret verni közösen. Már egyetemistaként összeházasodtunk, tehát negyed évet befejeztük, és akkor utána, 1985-ben, az már 29 éve volt, és valóban így is alakult, hogy mind a ketten itt helyezkedtünk elő, a régi Kilián gimnázium, most Diósgyőri gimnázium, van tanít, jelen pillanatban is, és ő is megmaradt a tanári pályán, mint ahogy én. Két gyermekünk van, a fiam ő 1990-ben született, ő most már 24 éves, most fejezi be a tanulmányait a Miskolci Egyetemen, mégpedig két karon is egyszerre. Az egyik a műszaki földtudományi karon, ő egy angol nyelvű olajmérnöki masterképzésen vesz részt, ott fog most végezni. Már a BSC fokozatot itt megszerezte, és mellette a gazdaságtudományi karon egy közgazdász diplomát is fog kapni, egy BSC diplomát. Most, ha minden jól megy, akkor júniusban. A lányom ő 20 éves, ő 94-ben született, és ő másodéves. Hallgató szintén Miskolcon, és ő a gazdaságtudományi karon, ő kereskedelem marketing, főként marketing résszel szeret foglalkozni. Mind a ketten ide jártak hozzánk, mind a ketten 6 évfolyamos képzésben vettek részt, és hát én annak azért vagyok hálás, hogy egyikük sem érezte azt, hogy itt bármilyen hátrányt szenved amiatt, hogy az apjuk az igazgató. Én nagyon vágytam arra, hogy gyermekeim legyenek, és én nagyon-nagyon boldog vagyok amiatt, hogy két értelmes, szép gyermekem van. És ugye az egy teljesen új szerepkört és helyzetet eredményez, amikor az embernek egy gyermekei születnek. Ugye, ahogy mondtam, a fiam 90-ben, a lányom 94-ben született, és az mellette egy olyan időszaka volt az életemnek, amikor nagyon pörgött körülöttem a világ, plusz azért, ahogy mondtam, ott egy feleségem gyesen volt hosszú ideig, hiszen egymást követték a gyerekeket, gyakorlatilag egybefüggően volt otthon majdnem 8 évig,
Tehát így bizonyos anyagi feltételeket is elő kellett teremteni, hogy mondtam, nagyon pörgött körülöttem a világ. És aztán utána, hogy 97-ben igazgató lettem, az olyan szempontból rossz, hogy a gyerekeim még kicsik voltak. Tehát a fiam 7 éves, a lányom 3, és ami engem egy kicsit bánt, hogy nem tudtam mindig annyi időt velük lenni, mint amit szerettem volna, és ez azért nehezen bepótolható időszak volt. Aztán utána ezzel szembesülve azért próbáltam, amennyire lehetett ebben másképp tevékenykedni. Próbáltam azt azért megtenni, amit egy apaként vagy szülőként kell. Hát ebben nyilván a feleségem nagy támasz volt, hogy ő foglalkozott sokkal többet a gyerekekkel, illetve hát az ő szülei, mint nagyszülőként, ugye rengeteget segítettek, pláne amikor a feleségem is visszament a tanítani, és hát ők itt a földrajzi közelség okán, a szüleim ugye Ózdon éltek, hát nyilván természetesen nagyszülői létet ők is megérték, de a közvetlen napi kapcsolatban ugye nyilván a anyósommal, apósommal voltunk. Én nagyon-nagyon örültem, és nagyon boldog voltam mindkét gyerek születésekor és az egész nevelési időszakban, és hát egy dolog a fájdalmas, hogy hirtelen elmúlt, és egészen más szerepben kell most már lennem, hiszen most már felnőttként kell kezelnem a gyerekeket, ugyanakkor persze szülőként is, meg terelgetni valamennyire, de szerencsés vagyok, hiszen fantasztikus gyerekeim vannak. Tehetséggondozás, szakértői tevékenység, tanítás. Felsorolni is nehéz azt a rengeteg területet, ahol helyt kell állnia. Nem csak a szakmájában, hanem a közéletben is. Közszereplőként sok helyre hívják, volt például már Pálinka Fesztivál zsűri elnöke is. Kikapcsolódásra így nem sok ideje jut. Kikapcsolódásban némiképp az olvasás megmaradt, ki zenehallgatás. Én nagyon nagy jazzrajongó voltam, meg vagyok most is, ha időm engedné. Tehát azért előfordul, hogy itt kollégákkal összefogunk és egy-egy jó jazzkoncertre elmegyünk, ha van itt Magyarországon. A sport továbbra is érdekel, bár aktívan sportoltam egészen, hát 40-es éveim elejéig, kosárlabdáztam itt a megyei bajnokságban, de hát ez most már elmaradt, ez egy komoly szívfájdalom, hogy erre nincs most már időm. Lehet, hogy erőm sem, hogy... de majd az még bízom benne, hogy egyszer majd csak kialakul. És a sport, inkább a sport rajongás megmaradt, úgyhogy eljárunk például veszprémi kézilabda meccsre is néha, meg itt a helyi kosárlabdát megpróbálom valamennyire figyelemmel kísérni. Aztán hát a családdal amennyire lehet azt a minimálisat eltölteni. Ami engem kikapcsol, érdekes módon az a főzés. Tehát én nagyon szeretek főzni, és azért hétvégén, ha itthon vagyok, és úgy alakul meg ünneplapokon, akkor általában a családi menüt azt én szoktam elkészíteni. Pályája során számos elismerésben részesült, mégis azt tartja a legnagyobb eredményének, hogy igazgatóként is meg tudott maradni tanárnak. Olyan nehéz időszakban, amik voltak az elmúlt évtizedekben, és gyakorlatilag a rendszerváltás óta én tanárként tevékenykedem, és átéltünk rengeteg reformot, és rengeteg változást, és itt a városon belül is, az intézményen belül is. Én azt gondolom, hogy azt, hogy ezt az iskolát meg lehetett tartani ilyen körülmények között, azon a szinten, ahol most is van, meg amennyire, amilyen nem volt, és talán még bizonyos szempontból tudtunk is valamit javítani. Abban úgy érzem, hogy volt némi szerepem, természetesen ez nem egy személyes munka, de az, hogy itt meg tudtam felelni ennek a feladatnak, én azt gondolom, hogy ez némi büszkeséggel tölthet el. Sikerült az, amit én kitűztem célként valamennyire megvalósítani, hogy ne csak igazgató legyek, hanem maradjak tanár is. Nagyon jó dolog az, hogy számítanak rám nem csak itt, hanem országos szinten is tanárként. Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolában tanítok, matematika ügyével foglalkozom úgy is, mint szakértő, foglalkozom úgy is, mint némileg érdekképviselő, hiszen képviselem valamennyire a matematika ügyét a tehetséggondozásban, a tananyag fejlesztésben, cikkekben, előadásokban, sok helyre hívnak, örömmel megyek. Büszke vagyok arra is, hogy tanítványaim közül nagyon sok tehetséges gyerek került ki, és talán nem sikerült őket nagyon elrontanom. Büszke vagyok nyilván ezekre az eredményekre, de ami talán a leginkább büszkeségre ad okot az évek során az, hogy jó szívvel jönnek vissza volt tanítványok. Azok, akiket tanítottam, meg azok is, akiket nem, csak
ugye nyilván igazgatóként kapcsolatban voltam velük. Összességében én azt gondolom, hogy elmondhatom, hogy igen, hogy elégedett ember vagyok. Az, hogy a családom, az, hogy a gyerekeim haladnak előre, és abban az irányba haladnak, amerre én azt jónak gondolom, meg amilyenek nevelésük és a neveltetésük, tudásuk, minden együtt, az mindenképpen elégedettség, meg azt, hogy végül is azzal foglalkozhatok, amit szeretek, és azt csinálhatom, amihez igazán értek, én úgy gondolom, az is egy jó dolog, tehát ha nekem váltanom kéne, nem tudom, hogy milyen irányba váltanék, biztos nehezen váltanék már itt ennyi év után.